A svéd Widerstad a mezőgéppiac egyik leginnovatívabb gyártója, amely idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. A gyártó versenytársait megelőzve számos alkalommal elsőként mutatott be új talajművelési és vetési eljárásokat. Munkásságát számos újítás bejegyzett szabadalom fémjelzi. Sorozatunkban a jubileumi évnek méltán adózva a legfontosabb Widerstad innovációkat mutatjuk be. 90-es évek végén került bevezetésre a Carrier modellcsalád, és ezen a modellcsaládon debütált az itt látható tárcsalap, amit a korszerű szakirodalom már csak síktárcsás porhanyítóként emleget. Nagyon fontos a lapnak a formája, ami egy konkáv formát idéz, ami azt jelenti, hogy ez a rész egy teljesen sík felület, illetve a másik is, nyilván középen van a felfogatása, egy gondozásmentes tárcsa csapágyon vagy agyon. Sokan azt szokták mondani, hogy ez kevésbé rögel, mint a hagyományos tárcsa, de a valóság az, hogy ez egyáltalán nem rögel, hiszen a kialakítása miatt képtelen arra, hogy ő röget képezzen. És a másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy a talajba történő behatolás során nem képes arra, hogy a lapnak a hátsó fele tömörítse azt a réteget, ahol ő gurul. Egy hagyományos gömbsüveg tárcsa képes arra, hogy amikor gördül a talajon, ez az alsó rész tapossa, és ugye ezáltal alakítjuk ki mi a jól ismert tárcsatalp betegséget. Ez a lapforma képtelen arra, hogy tömörítse a hátoldalával a talajt. A átmérőjét tekintve pedig nagyon fontos, a legelső lapok 43 cm átmérőjűek voltak, aztán jöttek a 45-ösek, ez egy 47 cm átmérővel rendelkező True Cut becenévre hallgató lap, illetve a másik kivitelű Carrierünkön használjuk a 51 és 61 cm átmérővel rendelkező lapokat. A kisebb átmérőnek nagyon fontos tulajdonsága, hogy ugyanolyan haladási sebesség mellett sokkal nagyobb a fordulat száma, mint mondjuk egy 51 vagy 61 cm-es lapoknak, ezáltal az aprító-keverő porhanyító hatása sokkal jobb és egyenletesebb. Nagyon fontos megemlíteni és kihangsúlyozni azt, hogy a lapméretektől függetlenül ez a konkáv forma minden lapunkra igaz. A lapnak a sajátossága az anyagában is rejlik, ami 55 Rockwell keménységű. Az iparági standard, amit nagyon sok gyártó használ, az a 47-48 Rockwell, ezzel szemben ugye 55 a miénk. Az itt látható felfogatás ebben a négy csavarral ezen a lapon egy érdekes momentum, ami azt jelenti, hogy nem lukasztva vannak ezek a furatok, és amikor a lap formáját préselik, nem lukasztásos eljárással készülnek ezek el, hanem egy külön menetben fúrással. Ennek ott van nagyon nagy jelentősége, hogy mikrorepedések nem keletkeznek rögtön akkor az anyagba, és egy sokkal tartósabb lapot sikerül ezzel előállítani, ami megnyilvánul abba is, hogy jó néhány éve a Widerstad élettartam garanciát vállal a lapokra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy tárcsalap az élettartamán belül törik vagy reped, azt garanciába cseréli a gyártó. Általában ezeket a laptípusokat egy 20%-os kopás mértékéig szokták használni, és utána cseréltek. Amikor ezen a kopáson belül van a lap, ami valahol ez a 38 centis nagyságrend ennek a lapnak az esetében, akkor addig a gyártó garanciába cseréli. Még kettő szót szeretnék mondani a trúkat vágó érről, aminek az a sajátossága, hogy a lapnak nem csak ez a része éles, hanem itt ez az ív ugyanarra a szögre van élezve, mint a teteje. Ezáltal, amikor kopik a lap, ugyanolyan arányba kopik a teteje, mint ez az íves rész. Ezáltal tudjuk biztosítani azt, hogy amikor már az élettartama vége felé közeledik a lap, ez a csipkézettség akkor is megmarad, és egy sokkal jobb és egyenletesebb vágás minőséget tudunk vele elérni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy minden kopó alkatrészt a saját kopó alkatrész gyártó üzemünkbe gyártunk, senki mástól nem veszünk tárcsalapot, és senki másnak nem is gyártunk, csak magunknak. Tehát ha eredeti Widerstad lapot szeretne valaki vásárolni, ezt a minden egyes lapba benne lévő mintát kell keresni, és az a gyári eredeti Widerstad alkatrész.